Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Szakelmetál autóalkatrész. A használt autó vásárlásnak számtalan buktatója van. Ugye ott van, hogy eladnak nekünk valamilyen használhatatlan romot, amivel aztán megszívjuk, de most nézzük azt az ideális esetet, hogy már megvan a tökéletes autó, megegyeztünk a számunkra megfelelő vételárban, és alá kéne írni az adásvételi szerződést. Na most, az adásvételi szerződést is el lehet rontani, úgyhogy most Récsényi Attilával azt beszéljük át, hogy hogyan érdemes kitölteni ezt a szerződést, és mire kell odafigyelni, hogy garantáltan támadhatatlanak legyünk jogi szempontból, hogy mindenképpen védve legyünk. Iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, és már kezdünk is! Az előző résznél ott hagytuk abba, hogy megbizonyosodtunk akár magánszemélytől, akár cégtől veszünk autót, hogy az autónak a háttere az tiszta, vagyis hát, hogy az eladónak is tiszta a jogi háttere, hogyha cégről beszélünk, vagyis hát nem adok ott aggodalomra, mert nem egy dobós cég vagy valami hasonló, és most már tényleg remeg a kezünkben a toll, meg ég a zsebünkben a pénz, hogy szeretnénk kifizetni az autót, de akkor jön a szerződéskötés. Na most, én eddig akárhányszor adtam-vettem autót, mindig letöltöttem a netről egy adásvételi szerződés mintát, kinyomtattam az adott példányszámba, aztán pedig aláírtuk. De azt mondtad, hogy ez problémás, mert sokszor nem megfelelőek ezek a szerződés minták. Mi lehet a probléma, és mi az, amit mindenképpen tartalmaznia kell egy ilyen szerződés mintának? Fontos tudni, hogy az gépjármű adásvételi szerződésnek megvannak a jogszabályban meghatározott tartalmi elemei. Tehát ami nélkül nem fogják tudni átiratni az autót, ha azok az elemek nincsenek benne a szerződésben. A neten nagyon-nagyon sok minta van, ezek általában tartalmazzák ezeket a kötelező tartalmi elemeket, ugyanakkor nagyon sok olyan van, ami nem pontosan, a hatályos jogszabályoknak megfelelően tartalmaz mindent. Csak egy példát mondanék erre a legutóbbi ilyen esetből, hogy a tulajdonosváltás bejelentésének az időbelisége nem volt megfelelő ezeken a szerződés mintákon. Korábban úgy volt, hogy 15 napja volt az egyik félnek és 8 napja a másik félnek a gépjárművet átiratni, illetve a tulajdonosváltást bejelenteni. Ez egyébként most egységesen 15 nap. De a neten felelhető minták nagy része az még mindig olyan, hogy a 15 napot, illetve a 8 napot tartalmazza. Bocsánat, nem olyan rég volt egy vitás kérdés, mert egy jó barátommal, aki gyakran ad-vesz autót, hobbi célból, tehát nem kereskedő, és ő azt mondta, hogy ő sosem szokott elmenni lejelenteni az autót. Tudtam, hogy ez is például kapásból egy hiba. Igen. Mert hogyha bármi történik a járművel abban a 15 napban, akkor ott ő felelősségre vonható például. Ez mind az eladónak, mind a vevőnek kötelezettsége a adásvételnek a bejelentése. A vevő kizárólag az eredeti adásvételi szerződés egyik eredeti példájának a benyújtásával tudja ezt teljesíteni. Az eladónál van egy olyan könnyebbség, hogy ez amennyiben rendelkezik ügyfélkapuval, az ügyfélkapunk keresztül a szkennelt szerződésnek a feltöltésével, beküldésével is teljesíthető. Ha nem felel meg a jogszabályi követelményeknek a szerződés, akkor a közlekedési igazgatási hatóság, magyarán, vagy nevezzük csak így okmányirodának, mert köztudatban ez él, meg fogja tagadni a gépjármű átírását, mert hogy nincsenek benne azok a kötelező tartalmi elemek, amiket a jogszabály megkövetel. Ilyen esetben a tulajdonjogát lehet, hogy megszereztük a gépjárműnek polgárjogi értelemben, azonban soha nem fog a nevünkre kerülni a gépjármű nyilvántartásban. Bocsánat, itt bejön szerintem az emberi tényező, hogy az adott okmányiroda kormányablak születési évtől függően ki, hogy hívja, hogy az adott okmányirodában mennyire figyel oda az ügyintéző. Tehát, hogy ha jól gondolom, azért előfordul, hogy átcsúsznak olyan szerződések, amik formailag nem feltétlenül felelnek meg. Ez elképzelhető, igen. Nem egyforma ügyintézők ülnek, valakik bizonyos kérdéseket rugalmasabban kezelnek esetleg, vagy nem figyelnek oda kellő mértékben. Van, akik nagyon vaskalaposak, és ezt nem lehet tudni előre, hogy mi az, ami adott esetben át fog menni, mi az, ami pedig nem fog átmenni. Tehát akkor már csak emiatt is érdemes törekedni a tökéletes szerződésre,
azért, hogy a vaskalapos ügyintézőnél is garantáltan átmenjen. Így van, illetve azért, hogy későbbiekben ne kelljen újra megkeresnünk a másik felet, és egy új adásvételi szerződést pótolni, aláírni egy újat, hogy az megfeleljen már az eljárásban történő felhasználásra. Az mindenkinek csak problémát plusz nehézséget okoz, illetve ne adj Isten, valami történik a eladóval vagy a vevővel, akár lehetetlen is lesz ezt pótolni. Van olyan forrás, esetleg állami platform, ahol mindig aktuális és mindig napra kész szerződéshez férünk hozzá? Én nem tudok ilyenről. Amiket szoktam javasolni, de azokban is találtam már olyat, ami nem felel meg minden tekintetben, az a különféle online biztosítás alkuszoknál esetleg elérhető ilyen szerződésminta, de ott is volt már olyan, aminél például ez a 8-15 napos határidő évek alatt nem került átvezetésre. Tehát innentől kezdve nyilván, ha nincs probléma, és ezeket a mintákat használjuk, és azok megfelelően ki vannak töltve, azok az esetek nagyon nagy részében át fognak menni, és alkalmasak lesznek arra, hogy a eladó nevéről a vevő nevére átkerüljön az autó, de előfordulhatnak problémák nyilván kisebb százalékba, hogy ebből probléma lesz, és nem fogják tudni átiratni a gépjárművet. Értem. És hogyha megtaláltuk ezt a megfelelő szerződésmintát, akkor mik azok a buktatók, amik ott a helyszínen várnak ránk? Tehát, ha jól gondolom, azért már volt előtted rosszul kitöltött, vagy nem megfelelő formában kitöltött szerződés. Hogy lehet elrontani egy ilyen, hát nem is tudom, mondhatjuk rá, hogy egy egyszerűbb adminisztrációs lépés? A legfontosabb, és lehet, hogy nem mindenki számára nyilvánvaló, hogy az írja alá a szerződést, aki az eladó, és az írja alá, aki a vevő. Láttam már olyat, hogy elém került olyan szerződés, amit aláírt két fél, de nem is látták egymást soha az életbe. Tehát a vevő nem látta az eladót, csak hozták neki a szerződést, hogy akkor itt írd alá és eladtad az autód. Nyilván akkor itt megkérdőjelezhető az is, hogy az a két tanú, aki az aláírásával hitelesíti az eladónak meg a vevőnek a aláírását, hogy akkor azt ők hogyan is tanúzták le azt a szerződést. Fontos tudni, hogy a szerződésnek teljes bizonyító erő magánokiratbi formában kell megjelennie. Ez azt jelenti, hogy a leggyakrabb eset, hogy két tanú igazolja a szerződésen a nevével, a lakcímével, illetve az aláírásával, hogy az a két ember, aki előtte megjelent, eladó, vevő, az, akinek mondta magát, és hogy ők írták alá a szerződést. Ennek van egy másik lehetősége, hogy a tanú csak azt igazolja, hogy a két személy elismerte az aláírást a sajátjának a tanú előtt. Ezt egyébként célszerű lenne ilyenkor feltüntetni, hogy itt az aláírás sajátjakénti elismeréséről van szó. De hát a mindennapi életben nagyon sokszor hallok olyat, hogy nem volt ott az eladó, csak már hozta az előre kitöltött szerződést valaki, aláírta a vevő, és akkor valakinek szóltak, hogy gyere, légy szíves, írd me alá itt a tanúként. Csak ugye ebből akkor lehet probléma, hogyha vitássá válik mondjuk a szerződés és a szerződéskötés körülményeit elkezdik vizsgálni, adott esetben indul egy peres eljárás vagy büntető eljárás, és behívják a tanúkat is, hogy akkor meséljék már el, hogy hogyan történt ez az adásvétel. Ki volt ott, ki írta alá. Bocsánat, ki lehet tanú? Tanú gyakorlatilag bármilyen nagykorú magyar állampolgár vagy más állampolgár lehet. Nem vett fel problémát az, hogyha ő rokona akár nem, az eladónak, akár nem, a vevője, nem. Fia, lánya, apja, nem, nagyapja. Nem. Ha célszerűségi szempontból érdemes esetleg úgy, hogy a vevő is hoz egy tanút, meg az eladó is hoz egy tanút. És akkor egy-egy van mindkét oldalról. Nyilván, ha valamelyik esetleg elfogult, akkor ott a másik oldalon is egy ember, aki a körülményekre tud tanúvallomást tenni, de az biztos, hogy nem megfelelő, hogyha valaki úgy írja alá tanúként azt a papírt, hogy
nem látta akár egyik felet se, vagy valamelyik felet, hiszen akkor nem előtte történt ez az egész. Értem. Itt van két tanunk, aki aláírja ezt a szerződést, és feltehetőleg egy azon, mind a ketten egy helyen, egy időben tartózkodunk a vevő és az eladó is, amikor aláírjuk a papírokat, amik megfelelnek a formai követelményeknek, és aktualizáltak, ez nagyon fontos. Ilyenkor mire kell figyelnünk? Mert innen most már tényleg úgy tűnik, hogy innen nagyon nehéz elrontani. Igen. Még egy kitérőt tegyünk céges vásárlás esetén. Cégek, ha egymás közt vásárolnak, tehát a jogi személyek, akkor nem kell ez a két tanú pluszban, mert ott cégszerűen kell aláírni az okiratot. Tehát ahogy a cég képviselője az aláírás mintában, vagy az aláírási címpéldányon aláír, úgy kell aláírnia a cég nevében. Ha viszont az egyik fél magánszemély, a másik cég, akkor én azt szoktam mondani, hogy a magánszemély vonalon oda kell a két tanú, aki ott hitelesíti az aláírását. Láttam már olyan adásvételi szerződést, amin feltüntették azt, hogy az adásvétel lebonyolítása után a felek egymás felé nem élhetnek semmilyen követeléssel. Tehát nagyon cirkalmasan megfogalmazott tulajdonképpen azt, hogy a pénztártól való távozás után reklamációt nem fogadunk el. Van ennek bármiféle jogi érvényesíthetősége, hatóereje, vagy attól, hogy ez a felirat szerepel az adásvételi szerződésen, attól az eladó egy viteskérdésben még ugyanúgy számon kérhető? Ez sok mindentől függ. Függhet attól, hogy kik szerződnek. Magánszemélyek esetében lehet szavatosságot kizárni. A fogyasztói szerződésekben, tehát ha egy cég ad el magánszemély részére, ott nem lehet eltérni a szavatossági feltételektől a vevő magánszemély hátrányára. Tehát adott esetben ez két magánszemély közti szerződésben lehet egy érvényes kikötés. Például egy régi, rossz állapotú autót vesz meg az ember, két szóban leírják, hogy ilyen és ilyen az autó állapota, erre tekintettel, meg a nagyon alacsony vételára tekintettel azt mondják, hogy kizárja a vevő az eladó a felelősségét minden tekintetben, a vevő ezt tudomásul veszi. Ilyen esetben ez lehet egy jogilag megfelelő rendelkezés. Értem. És megtörtént ez a, meg minden feltétel adott, megfelelnek a formai követelmények. A példányszámról beszélj kérlek még, hogy miért fontos a példányszám, és hogy melyik példány hollandul. A példányszám az azért fontos, mert hogy mindkét félnek teljesítenie kell a bejelentési kötelezettségét. Legalább két eredeti példány azért szükséges, mert egy eredetit mindenféleképpen be kell nyújtani a vevőnek az átírás során a hatósághoz. Ha nem tart eredeti példányt meg, célszerű magának lefénymásolnia. Az eladó megtarthatja az eredeti példányt, amennyiben az internetes felületen keresztül nyújtja be online a szerződésnek a szkennelt példányát, de ő akkor is megtarthatja egyébként az eredetit, hogyha másolatot küldi el a okmányirodához. Ennek ellenére mi mindig azt szoktuk javasolni, hogy inkább készüljön négy eredeti példány, és mindenki tartsa meg a saját eredeti példányát, és az a fölötti eredeti példányt nyújtsa be az okmányirodához. Ha nem akarja megtartani az eladó, akkor nyugodtan beküldheti azt is a másolatok helyett, vagy megmaradnál a két másolat. Vagy eredeti, bocsánat. Tehát ha jól értem, akkor nem okoz gondot az, hogyha valaki mondjuk a papírboltban vásárol, vagy az írószerboltban vásárol egy indigós példányt, amivel elég egyszer kitölteni, ami mondjuk talán azért is támogatandó, mert valószínűleg az ember egyszer, kevesebbszer hibázik, mint hogyha ugyanazt négyszer kéne kitöltenie. De itt arra figyeljünk, hogy az adatokat kitölthetjük indigósan, de az aláírások, azok mindegyiken legyenek eredetiek. A tudomásom szerint az a rész nem is üt át. Tehát ezt megmondom neked őszintén, ezt nem tudom, mert ilyen még nem volt a kezemben, ilyenből eredeti. Értem. Mit kell tartalmaznia az adásvételi szerződésnek? Nyilván személyes adatokat, pontosan lehetőség szerint nem fejből, hanem átmásolva a személyigazolványból és az egyéb vonatkozó iratokból, hogy garantáltan pontos legyen. De mit kell még feltüntetni? Említetted itt például azt, hogy mondjuk veszünk egy olyan autót, ami
tudott a rossz műszaki állapotú, de nekem volt például olyan barátom, aki annyira nem bízott az eladandó járműbe, hogy éppen akkor ugye működött, amikor eladta, de beleírta, hogy motorhibás. Ezzel, ha jól gondolom, akkor a saját támadhatatlanságát kívánta biztosítani. Ez teljes mértékben így van. Azt, hogy mit kell tartalmazni egy adásvételi szerződésnek, vagy mit célszerű tartalmaznia, az két külön téma. A jogszabály meghatározza azt, hogy mit kell tartalmaznia, tehát ezek a kötelező tartalmi elemek, amelyek nélkül nem lehet majd átiratni a gépjárművet. Tartalmaznia kell a szerződésnek a jogügylet jogcímét. Ezt most akkor... A jogcím az a megnevezés, hogy milyen jogcímen kerül át a gépjármű az eladótól a vevő tulajdonába. Ez a jogcím adásvétel, ajándékozás tipikusan. Tehát adásvételi szerződést kötünk, vagy ajándékozási szerződést. Nyilván lehet máshogy is gépjármű tulajdonjogot szerezni, például örökléssel, de most itt maradjunk a tipikus szerződési eseteknél maradunk. Ez egyébként a mintákon föl szokott lenni tüntetve, hogy ingyenes vagy viszterhes. Ugye az ajándékozás az egy ingyenes szerződés, az eladó ingyenesen átadja a gépjármű tulajdonjogát a megajándékozott részére, az adásvétel az pedig egy viszterhes szerződés, hiszen az eladó a gépjárművet adja át, a vevő pedig az ellenértéket, a vételárat adja a gépjárműért cserébe, tehát ez egy viszterhes szerződés. Ezt tipikusan akár be is lehet karikázni egy ilyen mintán, ahol föl van tüntetve, hogy ingyenes vagy viszterhes, illetve hogy ajándékozás vagy adásvétel. Tartalmaznia kell kötelezően a gépjárműnek az azonosító adatait, ez a rendszám, alvásszám és a gyártmány. A gyártmánynál lehet típus, kereskedelmi leírás is. A feleknek az azonosító adatait megbeszéltük. Jogszabályban benne van pontosan, hogy családi utónév, születési helyidő, anyja családi és utóneve, állampolgárság. Fontos, hogy az anyjának lánykori. Igen, neve. Igen. Igen. Személyazonosságot igazoló okmánynak a megnevezése. Ugye ez nem csak a személyazonosító igazolvány lehet, hanem vezetői engedély, útlevél is akár. Illetve ennek a száma kell, ha pedig cégről, cég az eladó vagy a vevő, akkor a megnevezése, székhelye, cégjegyzék, illetve nyilvántartási szám, például egy egyéni vállalkozónál, vagy egy olyan jogi személynél, amelyiknek nincs cégjegyzékszáma. Fontos, hogy feltüntessük a szerződésben a forgalmi engedélynek, illetve a törzskönyvnek a számát. Az előző részben felvetetted azt, hogy sok esetben nincs meg a törzskönyv, mert hogyha megkapja az ember a adásvétel után, akkor azt elrakja valami jó helyre, és többé nem fogja megtalálni. Ilyen előfordul sokszor. Ebben a helyzetben be kell jelenteni a hatóság felé a törzskönyv elvesztésének a tényét, és ilyen esetben törzskönyv nélkül is el lehet adni a gépjárművet. Nyilván akkor ezt fel kell tüntetni az adásvételi szerződésben, hogy elveszett, megsemmisült, és hogy bejelentés történt a hatóság felé ez ügyben. Bocsánat, ha jól tudom, akkor lényegesen bonyolultabb a helyzet, hogyha a forgalmi tűnik el. Mert azt köröztetni kell? Azt is be kell jelenteni, hogy elveszett vagy ellopták. Az ugyanúgy emlékeim szerint megjelenik a magyar közlönyben, tehát a sorszám szerint, és akkor kiállítanak egy új forgalmi engedélyt. De megmondom őszintén, hogy ilyennel még nem találkoztam a praxisban, úgyhogy ezt így feltételesen mondom, hogy annak a hiányában nem lehet-e esetleg aláírni így a szerződést. Fontos, hogy beleírjuk a szerződésbe, hogy mikor adjuk át a gépjármű birtokát a vevőnek. Ez a birtokba kerülés időpontja, illetve ezzel párhuzamosan a kilométer órának az állását is fel kell tüntetni a szerződésben. Meg kell határoznunk, hogy mi a tulajdonjogváltozás hatályba lépésének a napja. Ez nem biztos, hogy egybeesik azzal a nappal,
ami az adásvételi szerződés aláírásának a napja. Ez lehet egy későbbi időpont is. Erről majd nem sokára kicsit részletesebben is beszélünk, hogy miért. Ez nagyon érdekes, ezt most így nem értem, de akkor erre kíváncsi leszek. Mindkét félnek nyilatkoznia kell arról, hogy ismeri a bejelentési kötelezettségét a közlekedési igazgatási hatóságnál, és hogy ezt milyen határidőben kell megtenni, illetve hogy milyen joghatások fűződnek ehhez, valamint hogy ha ezt késedelmesen teszi meg, vagy nem teszi meg, az milyen jogkövetkezményekkel jár. Illetve arról kell még nyilatkozni, hogy a gépjármű bizalmi vagyonkezelés alapján fennálló kezelt vagyonba tartozik-e, vagy sem. És akkor menjünk egy picit részletesen végig ezeken. A jogcímet megbeszéltük, a felek adatait megbeszéltük, a birtokba kerülés időpontjának miért van jelentősége, illetve a kilométer értéknek. Ha aláírunk egy szerződést, a legtöbb esetben azzal egyidejűleg átadásra kerül az autó is. Igen. Tehát odaadjuk a kulcsokat, ezért volt nekem furcsa. De ez nem feltétlen van így. Lehet, hogy aláírjuk a szerződést, de akár később időpontban adjuk át az autó birtokát, mert hogy valamit még csinál vele az eladó, rendbe rak esetleg valamit rajta, elintéz egy átírást, vagy csak adott esetben később tudjuk elhozni bármilyen ok miatt az autót, és ezért ott marad még nála. Ekkor már elválik egymástól a két időpont. Viszont elemi érdekünk fűződik ahhoz, hogy pontosan rögzítsük, hogy mi a birtokbaadás időpontja, hiszen onnantól kezdve vagyunk felelősek azzal a gépjárművel elkövetett cselekményekért. Illetve addig ugye felel az eladó, addig az időpontig a gépjárművel kapcsolatos cselekményekért. Tehát hogyha akár előre, akár visszafelé időben más dátumot írunk, mint a valóság, akkor akár eladói, akár vevői oldalon is kellemetlenségekkel találhatjuk szembe magunkat. Így értem. Nem csak, hogy nyilván az ember mindig a saját tapasztalatából indul ki, és szerintem kevés emberrel fordul elő az, hogy nem az adásvétel után pár perccel elhajt a frissen vásárolt autóval, de ez így akkor tiszta. Igen, mert ha például egy későbbi időpontot írnak a felek a birtokbevételre, mondjuk reggel aláírtam a szerződést, de mondjuk csak azt írom, hogy 12-kor vettem át az autót, és ebbe így belemennek a felek, azt meghaladom, hogy ez ugye nem felel meg a valóságnak, de ezt meghaladóan, ha mondjuk 12 előtt történik egy gyorshajtás, vagy valamilyen egyéb szabálysértés, akkor az eladó részére fogják kiküldeni a csekket adott esetben. Ami megint vitára ad okot, igen. De ugyanakkor ezt már a vevő követte el, tehát a vevő magatartása miatt fogják ezt a mondjuk közigazgatási bírságot kiküldeni, és akkor nehezen fogja tudni kimagyarázni az eladó, hogy igazából ő ezt az autót már átadta, csak valamiért nem az az időpont szerepel a adásvételi szerződésben. És ugye ez lehet fordítva is, hogy korábbi időpontot írnak. Úgyhogy maradjunk annál, hogy a tényleges időpontot célszerű ráírni a szerződésre, amikor a valóságban átadásra kerül a gépjármű az új tulajdonos részére. Tudomásom szerint érdemes még feltüntetni az autó tartozékait, amiket adunk hozzá. Így van, de ezt, ha megengeded, egy picit később vennénk át. Először gyorsan még elmondom ezt az egy-két kötelező tartalmi elemet, és akkor utána meg rátérnénk arról, mik azok, amiket így pluszban célszerű mindkét fél védelme érdekében rögzíteni az adásvételi szerződésben. A tulajdonjogváltozás hatályba lépésének a napja is egy olyan dátum, ami általában megegyezik az adásvételi szerződés dátumával, de ez is lehet egy későbbi dátum, hogy ma hétfőn aláírjuk a szerződést, de beleírjuk, hogy ez csak szerdán fog hatályba lépni, és szerdán száll át a tulajdonjog a vevő részére. Ilyenkor két napig még az eladó a tulajdonos, a vevő szerdán szerez tulajdonjogot, vagy egyéb más feltételhez is egyébként lehet kötni egy ilyen hatályba lépési időpontot. A
bizalmi vagyonkezelés, erről egy külön jogszabály rendelkezik, itt csak annyit kell feltüntetni, hogy az a gépjármű érintette ilyen bizalmi vagyonkezeléssel alatt álló, vagy bizalmi vagyonkezelésben lévő vagyonnal, vagy nem, tehát beletartozik-e, vagy sem. Mondanál egy példát erre, hogy ez a bizalmi vagyonkezelés, ez mit jelenthet a gyakorlatban? Erről van egy nyilvántartás, és vannak olyan vagyontömegek, amiknek a kezelését odaadják vagyonkezelő személyek, szervezetek részére. És adott esetben egy ilyenbe beletartozhat egy gépjármű is, tehát ilyenkor ezt fel kell tüntetni, hogy ez a gépjármű beletartozik egy ilyen vagyontömegbe, vagy nem. Ez csak ennyit jelent. Értem. És akkor áttérhetünk ezekre az opcionális kiegészítő rendelkezésekre, amik nincsenek benne a kötelezően felsorolt rendelkezések között, ugyanakkor az eladó, vagy akár a vevő védelmét szolgáltathatják ezek a szerződésben történő rögzítések. A tartozékokról kezdtünk el az előbb beszélni. Igen. Tartozékok egy része az műszaki eszköz, emelő, kompresszor, pótkerék, szerszámkészlet. Igen, viszont azért annyira vesző paripám ez, mert mondjuk egyre több mondjuk az elektromos autó, vagy a plug-in hibrid autó, ami mondjuk erősen használhatatlan mondjuk a hozzátartozó 1-2-3 féle töltőkábel nélkül. Tehát akkor mondjuk ezeknek a meglétére is érdemes így van, kitérni. Így van. Annál is inkább, mert azon kívül, hogy használhatatlan, nagy anyagi ráfordítást igényel esetleg ezeknek a beszerzése a későbbiekben. Illetve nem mindegy, hogy állapodtunk meg az eladóval, hogy ezek a vétel részét képezik, mert anélkül mondjuk nem üzemeltethető egyáltalán a gépjármű, mondjuk a töltőkábelét nem kapja meg. Így van. Vagy egyébként egy nagy értékű felni is több százezer forintos értéket képvisel, gumival együtt meg még több, és hogyha ez hiányzik a járműből, az egy plusz kiadás a vevő számára. Ugyanilyen bosszúságot okozhat, hogyha nem kerülnek átadásra a gépjárművel együtt azok a dokumentációk, szervizkönyv, a gépjárműnek a leírása, használati útmutató, a médiához, a navigációhoz, sokszor külön vaskos könyvek vannak, amik szintén vagy nehéz őket beszerezni, vagy egyáltalán mondjuk egy régebbi típusnál akár nem is lehet, de ugyanakkor a gépjármű értékéhez hozzátesz, főleg eladáskor, hogyha ezeket mind hozzá tudja tenni a tulajdonos. Egy veterán autónál ez komoly értéket képvisel. Azoknak az autóknak sokkal nagyobb az értéke, és sokkal marabb új vevőt szoktak találni, amiknél a teljes dokumentáció, szerviztörténet, adott esetben még a számlák, szervizbejegyzések rendelkezésre állnak az elejétől a végéig. Igen. Tehát akkor ezeket opcionális, azt a szót használtad, hogy lehetőségünk van rá, de a saját, tehát akár vevőként, akár eladóként a saját védelmünk érdekében mindenképp érdemes tisztázni és feltüntetni. Így van. Hogyha nem tüntetjük fel ezeket, akkor ugye az utóbb mindig kérdéses lehet, hogy erre kiterjedte a felek szándéka, hogy ezek is az adásvétel részét képezik-e vagy sem. Igen. Utána ezt nagyon nehéz lesz bizonyítani, hogy akármelyik oldalról, hogy igen vagy nem. Mi tartozik még ezek közé, az opciós kérdések közé? A rendelet, ami a kötelező tartalmi elemeket meghatározza, az a vételárat nem tünteti föl. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy elengedhetetlen, hogy a vételárat a felek feltüntessék a szerződésben. Nagyon sok esetben látni olyat, hogy a vételár rovatban csak annyi van beírva, hogy megegyezés szerint, vagy kialkudott vételár, vagy valami hasonló. Ez ugye akkor okoz majd problémát, hogyha az adásvételi szerződést megtámadják, vagy szavatossági jogot akarunk érvényesíteni, el akarunk állni a szerződéstől, akkor nem fogjuk tudni bizonyítani, hogy mennyi volt a vételár, hogy mennyit kellene nekünk visszaadnunk, vagy visszakapnunk. Sok esetben olyan is előfordul, hogy nem a valós vételárat tüntetik föl a felek. Tehát hallottam már olyanról egy kereskedésben,
eladtak egy autót, és megkérték, hogy megkérdezték, hogy nagy probléma lenne-e, hogyha 200.000 forinttal kevesebb összeg szerepelne az adásvételiben. Tehát mondjuk, vegyünk egy egyszerű példát, 2 millió helyett 1 millió 8. A vagyonszerzési illetékkel akarnak ilyenkor tükközni? Nem, itt inkább az adófizetéssel, mert hogy az átírási illeték az egy fix összeg, tehát az a gépjárműnek a műszaki paraméteri alapján és az életkor alapján van megállapítva, viszont ugye adófizetési kötelezettség az eladónál az keletkezhet cégként, amit ugye neki adóbevallásba be kell vallania. Nyilván, hogyha 200.000-et zsebbe kap, arról nem fog bejelentést tenni az adóhatóság felé. Ha viszont a vevő szeretne elállni, vagy vételárcsökkentést kérni, akkor nem fogja tudni bizonyítani, hogy ő nem 1.800.000-et adott, hanem valójában 2 milliót, és akkor nem fogja tudni visszaszerezni azt a 200.000 forintot. Érthető. Emellett ugye ez egy költségvetési csalás is a büntető törvénykönyv szerint, és ilyen esetben akár a vevő is belekerülhet egy ilyen büntető eljárásba. Érthető. Vannak még opciós tételek? Én azt mondanám, hogy a gépjármű állapotát is, amit te is felvetettél az előbb, azt is mindenféleképpen célszerű rögzíteni a szerződésben. Már csak azért is, hogy nehogy aztán visszajöjjön a vevő 2 nap múlva, hogy te erről nem szóltál neki. Ahhoz, hogy egy adásvételi szerződés érvényesen létrejöjjön, a feleknek meg kell állapodni a lényeges, vagy bármelyikük által lényegesnek tartott kérdésekben. Az eladó akkor teljesít megfelelően, hogyha az a gépjármű az megfelel a jogszabályban, vagy a szerződésben vállalt feltételeknek. Hogyha le van írva a szerződésben, hogy sérült a gépjármű, mert neki mentek a jobb oldalának, be van horpadva, vagy le van írva, hogy eszi az olajat a motor, ilyen és ilyen hibák állhatnak fönnála, nem működik az elektromos ablak, stb. Ha ezek le vannak írva, akkor nem tud visszajönni a vevő azzal, hogy hibás volt a teljesítés, hiszen ő abban a tudatban vette meg, hogy ismerte ezeket a hibákat, ezekről részletesen tájékoztatva lett. Tehát innentől kezdve szavatosságot e tekintetben nem fog tudni érvényesíteni. Ez tök jó, hogy megemlíted, mert mondjuk én vásárolok egy autót, amin tök jó a fék. Majd használom az autót fél évig, elkopik a fék, visszamehetek én akkor szavatossági igényel a vevőhöz. Most azért ez egy nagyon buta példa, és szándékosan, mert autókereskedő barátom hozta már ezt, hogy volt, hogy másfél év után mentek hozzá vissza, hogy elkopott a fék. Szóval, hogy mit mond ilyenkor a jog? Meddig jogos egy ilyen követelés, és meddig nem? Mondjuk a fék az pont egy kopóalkatrész, ami... Ezt akartam mondani, hogy ez egy nagyon jó példa, és ez egy életszerű példa, és ez a szavatossági jogra tartozik. A kopó fogyó alkatrészekre nem terjed ki főszabály szerint, hiszen azoknak az a rendeltetése, hogy a rendeltetésszerű működés közben azok az alkatrészek fogynak, kopnak. Ezzel nem lehet visszamenni, illetve vissza lehet menni, de el fogják küldeni jogosan az embert, hiszen az, hogy elkopik egy fékbetét vagy féktárcsa X idő alatt, az nem tartozik bele a szavatossági körbe. Az összes fogyókopó alkatrész az ilyen. Az, hogy a motorral kapcsolatban kiderül valami X időn belül, ami nem volt feltüntetve az adásvételi szerződésben, az viszont már lehet szavatosság tárgya. Ha egy hiba le van írva a szerződésben, akkor viszont az a szerződés pontosan tartalmazza, hogy mi az a hiba, amivel szavatossági jogot későbbiekben nem fogunk tudni érvényesíteni, hiszen abban a tudatban vásároltuk meg az autót, hogy az a hiba fönnáll. Tehát, hogyha én feltüntetem, hogy ennek az autónak a DPF-e mondjuk, a szűrő már el van tömődve. Az elmúlt 2 hónapban már világít a hibalámpája, vagy kiírja az erre vonatkozó problémát a fedélzeti számítógép, akkor az egyértelmű, hogy azzal nem jöhetek vissza. Ellenben, hogyha mondjuk
ugyanez a hibalámpa a vásárlás után másfél héttel villan fel, akkor jöhetek? Vagy a DPF is kopó alkatrésznek számít, hiszen végső soron egy szűrő? Hát ugye ez egy érdekes kérdés abból a szempontból, hogy itt több körülményt kell vizsgálni egyidejűleg. Itt a gépjárműnek az állapotát, az életkorát, a futás teljesítményét együttesen kell vizsgálni ahhoz, hogy az megállapítható legyen, hogy az a DPF szűrőnek az eltömödése az egy rendeltetésszerű használat eredményeként 200x1000 kilométernél már előjön, vagy mondjuk egy 20 000-et futott autónál jön elő, nem mindegy. Tehát itt mindig ilyen esetekben az összes körülményt egyidejűleg vizsgálnunk kell. Érthető, és logikus is. Amit még javasolt feltüntetni az adásvételi szerződésben, vagy akár átadni amellett, a gépjárműnek a korábbi szervizelésére vonatkozó dokumentációk, sérülésére vonatkozó dokumentációk, hogyha az embernek nincs takargatni valója, akkor ezeket megmutatja, átadja, akár eredetbe, akár másolatba szerződés mellékletévé teszi. Ezt rögzítik, hogy ezek átadásra kerültek, innentől kezdve az eladó helyes mértékben le van védve azzal kapcsolatban, hogy ő teljes körűen tájékoztatta a vevőt a gépjárművel kapcsolatos minden lényeges körülményről. Te is szerintem szívesebben veszel egy olyan autót, hogyha egy dossziéba tudják adni a szerviz történetét teljes mértékben, kompletten, mint egy olyan személytől, aki esetleg még a szervizkönyvet se tudja megmutatni. Ez teljesen egyértelmű. Sőt, a saját autómat ezért hordom szervizbe, még olajcserére is, holott simán meg tudnám csinálni, mert egész egyszerűen jót tesz az autó értékének az a pecsét, amit ott 10 000 kilométerenként belenyomnak. Sérülésekkel kapcsolatban szokott fölmerülni. Körbemérik a rétegvastagságmérővel nagyon sokan átvizsgáláskor az autót, és nagyon nem mindegy, hogy mondjuk egy bokor meghúzta parkoláskor, vagy mondjuk egy kamion húzta meg sávváltáskor az autópályán. Ha megvannak a képek a káreseményről, azokat megmutatja az ember a vevőnek, sokkal nyugodtabban veszi meg, hogy látta, hogy ott vannak a bokornyomok, fényezés előtt, fényezés után így néz ki, mint hogyha csak azt látja, hogy 3-4 mm-es git van az ajtón, de igazából nem tudja megmutatni az eladó, hogy hogyan is történt ott a káresemény. Tiszta és érthető. Miről fogunk beszélni a harmadik részben? Szerintem a harmadik részben picit körbejárjuk a szavatosságot, illetve a jótállásnak a feltételeit. Megnézzük azt, hogy mik a szavatosság fennállásnak a körülményei, hogyha magánszemélytől veszünk autót, illetve hogyha kereskedéstől. Bocsánat, a szavatosság a köznyelvben úgy, mint garancia épült be, bár ez attól azért eltér valamelyest, csak hogy tisztába tegyen mindenkinek. És ugye a szavatosság az nekünk az a jogunk, hogy vevőként, hogyha az autóval felmerül valamilyen probléma, akkor fordulhatunk az eladóhoz kárpótlásért, valamint az eladónak az a joga, hogy ezt elutasítsa, hogyha olyan a kérés. Lehet azt mondani így előjáróba, hogy jelenleg a hatályos rendelkezések azok inkább az eladót, vagy inkább a vevőt védik? Mindkettőt védik. Egyformán? Igen. Érdekesen hangzik, érdekes. Nagyon kíváncsi leszek. Legközelebb akkor erre kitérünk részletesen. Köszönöm, iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, és hamarosan jön a harmadik rész.